Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégünk. Ismét folytatjuk az ukrajnai helyzet elemzését. Ezt tettük el az elmúlt kedden is, meg csütörtökön is. Most azonban egy kicsit békésebb helyzet van már. Megint valami olyan történt, azt gondolom, amire azért ön se nagyon számított, bár azt mondta itt a legutóbbi alkalommal, hogy hát nem hisz, hogy olyan sokáig tarthatja magát Janukovics, de hogy ilyen pillanatok alatt eltűnt, azt gondolom talán önt is meglepte. Máshol nyilatkoztam azt, hogy már politikailag halott volt, amikor először beszélgettünk, csak akkor még nem tudtuk ezt pontosan. Tehát azt gondolom, hogy ami miatt egy picit kevésbé vártam gyorsan ezt a dolgot, az alapvetően azért, mert az Európai Unió odament és kötött egy megállapodást, amit aztán láthatóan felülírt az élet, és felülírt különösen a majdani mozgalom, akik azt mondták, hogy... Meg nem is írta alá minden érintett, azt így van, a megállapodást. Tehát azt kell látni, hogy volt egy dinamikája a dolgoknak, és hát láthatóan inkább ami meglepett, és ez tulajdonképpen pozitív, hogy a saját hátországában sem bízhatott már annyira. Most arra gondolok, hogy elment ugye Kelet-Ukrajnába, de kiderült, hogy ott sem kell már, hanem bujdokolnia kell, tehát az életét kell tulajdonképpen menteni, ha jól érzékelem. És ennyire gyors kihátrálást egy személy mögött, tehát Janukovics mögül nem vártam, ez kétségtelen. Ugye ez az egész gyors kihátrálás, ez annak fényében is érdekes, hogy most, ahogy megtalálnak bizonyos dokumentumokat a házak átfésülésénél, ugye egy mai hír volt az, hogy 22 ezer rendőrt akart kivezényelni ebből a különleges rendőri osztagból, 22 ezer embert akart a tüntetők ellen bevetni, a páncélosokkal együtt. Miért nem tette meg végül is? Kin múlott az? Azt gondolom, hogy a környezetén, meg körülbelül azért látni kell azt, hogy ezeket a lépéseket megtenni, különösen akkor, amikor elképzelhető, én nem állítom egyébként ezt, de hogy maguk azok az erőszakszervek sem mennének bele ebbe a dologba. Tehát ha belegondolunk abba, hogy le kellett váltania ugye a vezérkari főnököt, aminek nyilvánvaló az volt az oka, hogy nem bízott benne, és hát ugye itt beszélgettünk legutóbb róla, hogy valószínűleg, ha a vezérkari főnök nem akarja, akkor a beosztottjai sem akarják. Tehát azt gondolom, hogy neki óvatosan kellett előkészítenie ezt. De a mesterlövészek mégis lelőttek 100 embert. Azokat valaki csak utasította. Természetesen, tehát azt gondolom, hogy így van. A mesterlövészek közül sem mindenki ment ki, tehát azt gondolom, ennél súlyosabb is lehetne. Én nem ismerem Janukovicsot, tehát nem tudom, hogy milyen dilemmái voltak, meg az sem biztos egyébként, mert itt azért világosan kell látni, hogy egy-egy politikusnál, amikor terveket készít, meg neki terveket készítenek, akkor a legkülönbözőbb variációkat vetik föl. Tehát azt sem tudjuk, hogy végső soron ő tényleg akarta, vagy egész egyszerűen ott volt csak, hogy bevethetnénk 22 ezer embert is. De tény, hogy onnantól kezdve, hogy az ő utasítására embereket lőttek le és öltek meg, onnantól kezdve ez egy veszett fejszennyele volt szerintem Janukovics. Na most a menekülése is érdekes. Én ahogy elolvastam ezeket a híreket, ugye, hogy a helikopter elment a Donyecki repülőtérre, ott meg a határőrök nem engedték felszállni, akkor ott valahogy onnan mégis elment, de le akarták tartozni, de nem sikerült. Nekem ez a Ceausescu házaspár menekülésének volt az alter egója. Valami hasonlatosság van, azért azt világosan kell látni, hogy ugye itt bejelentették idejekorán szerintem, hogy elfogatási parancs van ellene, aztán kiderült, hogy ez csak a Facebookon van, tehát azt gondolom, hogy gyorsabban közölnek bizonyos dolgokat, mint fizikálisan megtörténik, addig pedig a határőrök azért nem nagyon szokták megkockáztatni azt, hogy letartóztatják. Az önmagával szerintem nagy csoda volt, hogy nem hagyták, hogy elrepüljön. Tehát ott valakinek, vagy a hivatásosnak, vagy pedig az ottaniaknak valami civil kurázsi volt benne, hogy hát azért nehogy már elmenjen ez az ember. És most önnek mi az információja, hogy valóban egy kolostorba bujkálhatott Donyeck környékén? Akkor itt beszélgetnék, ha ezt tudtam. Hogy gondolja? Nem, nyilvánvaló Kijevben lennék, és nagyon jól, hát megpróbálnám ezt közölni a Kijevi. Értem, de fogalma sincs, hogy... Fogalmam nincs, nem tudom, nem tudom. Mert ugye most mondtam a Ceausescu féle analógiát, de mai hír az is, hogy
hogy az ukrán parlament inkább azt akarja, hogy a Hágai Nemzetközi Bíróság döntsön majd Janukovicsról, vagy ítélkezzen. Igen, ez azt gondolom, mint tömeggyilkos. De ez egy nagyon jó megoldás. Ugye azért Janukovicsból a saját politikai hátországa valamilyen formában, tehát azok a donyeckiek csinálhatnának, hát fogalmazunk úgy, nemzeti hőst is. Ha nem is hős, de mindenféleképpen a kelet és a nyugat ukránok között ez egy olyan összeütközés lehet, amit jó azt mondani, hogy nézzétek, akkor nézzük meg, hogy a Nemzetközi Bíróság mit mond, és mi nem akarunk ebbe beleszólni. Majd meglátjuk, hogy a bíróság, és azt egy olyan hát fórumnak lehet tekinteni, ami elfogulatlan. Uh-huh. Na most, ugye az egy ténykérdés, hogy most Janukovics eltűnt. Van helyette egy parlament, van helyette az országot irányító parlamenti vezető, akit az amerikaiak nem ismernek el hivatalosan államfőnek, mert ő, mint házelnök, Turchinovról van szó, ő ideiglenes államfő, de az amerikaiak nem ismerik el, rövidesen meg kell, hogy alakuljon ez a kormány, de ki folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat? Annyi ellenzéki erő van, ki fogja ezeket össze? Hát egyelőre úgy tűnik, ha nagyon egyszerűen kell mondanom, hogy gyakorlatilag a Timosenkoék pártja az, ami a legtöbbet viszi. És azt látjuk, hogy részben a Svoboda, részben pedig az Udar, akik ugye a kettő, akik ott voltak és leginkább bejelentkeztek a majdaniaknál, ők valahogy, hát a Klitschko és a Svoboda párt vezetője, a Tyahenbuk, ez odébb, tehát egy picit mellék szereplőké váltak, és én ezt nagyon rossznak tartom egyébként, több szempontból is. Ugye azért ne felejtsük el, hogy lehet, hogy a Timosenkoéknak van a legnagyobb hát, pártjuk, illetve legnagyobb frakciójuk, de azért Julia Timosenkóra Ukrajna egy része, sőt talán a nagyobb része, mégiscsak egy olyan figuraként tekint, aki hát nem vitte sikerre a narancsos forradalmat. Tehát azt lehetővé tett, nagyon sok ugye ilyen korrupciós egyéb dolgokban is meggazdagodott ő is, a környezete is. Tehát azt akarom mondani, hogy sem az igazi ellenzéknek nem felel meg, de ami még fontosabb, nem felel meg a széles nemzeti egységkormánynak. Az egységkormányba ugyanis, akár tetszik nekünk, akár nem, a volt Janukovics pártból is be kell, hogy kerüljenek. Holott ugye az a követelmény, olvasom itt a atv.hu percről-percre híreit, hogy professzionális, makulátlan múlttal rendelkező embereket, nem pedig pártfunkcionáriusokat akarnak látni a minisztériumok élén. Így van. Tehát ez mondjuk a nép, ugye, aki akarja. De ezen kívül hát tudjuk, hogy a népnek nagy hatalma van, de egyes tárcákról nem a nép dönt. Nem, én az... Ez egy nagy kérdés, de azt gondolom, egy hosszabb kérdés. Nevezetesen, hogy fent lehet-e tartani a politikai eliten azt a típusú nyomást, nem azt a durva nyomást, amit Janukovicssal szemben, hanem egyáltalán, hogy megmarad-e a mozgalom, a Majdan mozgalom valami olyasminek, aki mindig becsenget, hogy azért most figyeljetek oda, mert most megint hülyeséget csináltok, vagy megint nem úgy csináljatok, ahogy nekünk tetszik. Tehát ez egy nagyon de nagy Klitschko kérdés. De Klitschko alig, ha akar csengető lenni. Ő elnök akar lenni. Elképzelhető. Én azt gondolom, hogy az első, és nyilvánvaló ez lesz az első, 25-én, május 25-én mi lesz. A második pedig az lesz, hogy tulajdonképpen Ukrajna, amikor majd parlamentet választ, akkor milyen parlamentet fog választani? Mennyire hozza vissza, illetve mennyire váltja le a jelenlegi politikai elitet? Most ne felejtsük el, olyan nagy választék nincsen Ukrajnában. Hát azért ezek ott voltak, akiről most beszélgetünk, ezek ott voltak vagy ellenzékként, vagy kormánypárként, de ahhoz az elithez tartoztak, ami az elmúlt 10 évben valamilyen módon irányította ezt az országot. A kérdés, hogy a majdani események hatására majd a parlamenti választásoknál képes lesz-e a társadalom tényleg olyanokat választani, akikkel az imént beszéltünk. Mi lesz Kárpátaljával? Ugye egyre másra jönnek olyan hírek, hogy ott is mindenféle, hát nem zavargások, de azért vannak megmozdulások, leváltották az egyetemnek a rektorát, akkor leváltották a rendőrfőnököt, aki egyébként pedig nem is viselkedett olyan nagyon rosszul, megerősített őrizet, vagy nehogy nyugatra csempészék a műkincseket Kárpátaljai határállomásokon keresztül.
most veszélyben van Kárpátalja, aggódnunk kell nekünk az ottani magyarságért, vagy nem? Azt gondolom, hogy a magyarságért nem, sőt, rögtön hozzáteszem, ugye nem volt szimpatikus, meg van egy csomó olyan dolog, ami nekem nem tetszik ebbe az egész ukrán eseménybe, például az, hogy a parlamentnek a legelső feladata az volt, hogy a nyelvtörvény megváltoztatja. Ez egy kicsinyes dolog, láthatóan a nemzeti... Hát ez egy orosz ellenes gesztus így, volt, ami ez így van. A magyarok sajnos oda csapottak. Így van, de azt is rögtön hozzá kell tenni, hogy nem lehet hosszú távon, mivel aláírta ugye az Európai Uniónak, az Európa Tanácsnak a kisebbségi és regionális nyelvek. Tehát, hogy ez úgyse tartható. Ez nem maradható el. És a másik, ami most történik, ez egy picit nézzük úgy, hogy mindenki, tehát durrant egy nagy puska, felszállt a madarak, és mindenki most új helyet keres. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan eseménynek politikai jelentőséget adunk, ami lehet, hogy nem is ennek szól. Tehát itt nem arról van szó, hogy Kárpátalján azért váltották le, nyilvánvaló meg akarták mozgatni ezeket az embereket. Előbb-utóbb azt gondolom, hogy az új hatalomnak teljes egészében át kell venni az egész ország irányítását, illetve hát én nem látom még mindig, remélem nem is fogom, hogy ennek ilyen etnikai színezete lenne. Tehát azt gondolom, hogy összességében most már inkább a konszolidáció felé megy a dolog, természetesen azzal együtt, amiről ugye itt nem esett szó, hát hogy Oroszország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt az új kormányzatot hát nehéz helyzetbe hozza. Nem gondolom, hogy szétszakítja az országot, de lehet már látni azt, hogy azért most jut eszükbe éppen Szevasztopolnál egy kis hadgyakorlatot tartani, hogy most nem tudják éppen kifizetni a két, tehát minden olyan nyomást, ami... Mit nem tudnak kifizetni? A 2 milliárdot, amit ja, ígértek. Tehát, hogy gazdasági és katonai és politikai nyomás alá helyezik, ami nem fogja azt jelenteni, hogy feltétlenül ők fel akarják robbantani ezt az egész Ukrajnát, hanem sokkal inkább befolyást akarnak szerezni az a kormányon belül. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.